Az Esernyős Galéria Pilinszky kiállításának meghívóján és a galériába lépve is a költő kedvenc fotóját láthattuk, mely valaha ott függött a szobája falán. A képen szereplő alakokat és a galériában kiállított alkotásokat nehezen tudja érzékelni az, aki látássérült vagy teljesen vak, pedig a képzőművészet mindenki számára érdekes lehet. Ez a gondolat vezérelte a kiállító tér és az önkormányzat munkatársait, amikor úgy döntöttek, hogy hallhatóvá teszik a képzőművészetet, vagyis audionarrált tárlatvezetéseken segítik a látássérült látogatók élményszerzését. Ez a szép nagy festmény, Kadosakis Józsefnek a Gernika című alkotása. Négy nő alak van rajta, fekete-fehérben megfestve. Az audionarráció kapcsán el szoktam képzelni azokat a dolgokat, amiket narráció közben hallok, és így egyfajta kép, tehát szó szerint egy kép áll össze az én fejemben erről az egészről. Az, hogy ezt pontosan értelmezni, befogadni, átszűrni magunkon, ez időkérdése szerintem mindenkinél, de eléggé plasztikusra sikerültek ezek a leírások. Rácz Márta audionarrátor maga is képzőművész, így nagyon pontosan és lényegre törően tudja összefoglalni a képeken látható tartalmat. Egyrészt a technikai, valamint a látványi leírás, azt meg kell adnom. Tehát én azért szoktam itt segíteni technikában, hogy az, ami le van írva, és mondjuk egy ismeretlen dolog, azt azért elmagyarázom. Az, hogyha más nem, akkor egy kis ilyen ismeretanyagátadás, vagy egy ilyen tudományos rész, valamint pedig el kell mondanom azt, ami szárazan látható, tehát hogy egy arc látható, csukva van a szeme, nagy méretű, hogyan komponáltak, sötét, világos, színes, színtelen, fekete-fehér. Szalai Miklósné fiatalkorában egyik szemére megvakult, a másik szemére pedig csőlátó lett. Mindez nem befolyásolta a kíváncsiságát, rengeteg kulturális programon vesz részt, ráadásul az Esernyősbe vidékről érkezett. Győri vagyok, egy jó programért megéri utazni. Számomra külön öröm, hogy már a képzőművészeti kiállítást is audionarrálják, nem csak a színházi előadásokat. A pandémia miatt a közösségi programok, koncertek, kiállítások korlátozottan voltak látogathatóak. Viszont az oltásnak köszönhetően ez is már a múlté. Tünde fontosnak tartja, hogy végre kimozdulhatnak a barátaival. Én közösségszervezőként dolgozom a VGK-n, egy online klubokat csinált a VGK. Minden kerületnek a lámpása köztük én is online klubokkal jelentkeztünk be a pandémia időszaka alatt, és így tartottuk lényegében a tagokkal a kapcsolatot. Az ember társas lény. Tehát már az ókor óta tudjuk, hogy társas lények vagyunk, és muszáj a kikapcsolódás, nem csak a, úgy mondom, hogy a jó étel jelenti a kulináris élvezet a kikapcsolódást, hanem felüdül a lélek, amikor egy ilyen részt veszek. Cagány Izabella közel érzi magához a képzőművészetet. Sokat jár kiállításra, rajzolni és fotózni is szokott, habár gyengén látó. Kiállítás látogatáskor mindig nála van a távcsöve, mert sok mindent ezen keresztül néz meg. De van, amikor az audionarráció a megoldás. A mostani vezetéssel nagyon elégedett Izabella. Az nagyon jó volt, hogy sok esetben leírták magát az alkotást. Direkt teszteltem olyat is, hogy becsuktam a szemet, nem néztem a képre először, és mit képzelek el arról, amit ő elmond, és mi az, amit utána látok, és hát nem volt túl nagy a különbség. Fontos kiemelnünk, hogy az audionarrációval támogatott kiállítás látogatáson nem művészettörténeti tárlatvezetést kapnak az érdeklődők. Nekem nem szabadna értelmeznem a képeket. Nem szabad, hogy a szájukba adjam. Tehát én megpróbálom szárazan elmondani, megpróbálom mindenféle olyan infót megadni hozzá, ami még le van írva, de azon túl én nem adhatom a szájába azt az érzést, amit bennem kelt, mert az bennem kelti, nem benne kelti. Tehát nekem meg kellene hagynom, hogy benne keltsem valamit, és ezt kellene tiszteletbe tartanom. A Pilinszky János emléke előtt tisztelgő Infinitivus című kiállítást a Szolnoki Művészeti Egyesület és az Esernyős Galéria rendezte meg, amelyen 60 kortárs képzőművész alkotása volt látható.